Dani viszont még nem, ezzel még adós vagy, Dani. Hát azért már a nagyját felsoroltam, amiket azok voltak a nagy fordulópontok, de egyébként apróságok, beverni a fejed valahova, tök jó érzés. Mellé dobni a karikát, úgyhogy mit keresel itt érzés, de aztán pedig zsinórba ledobni minél több, vagy a többi meg aztán nagyon pontos, ziplinozni. De összességében nekem az egész, nekem az emberi kapcsolatokat adta. Tehát tényleg ennyi jó embert megismerni, ennyi barátot szerezni, mert ezt így kimondhatom. Nekem ez az egésznek a csúcsa. És szerintem bizonyítottad, hogy a saját évadod után itt az All-Star évadban is meg tudod állni a helyed, és szerintem volt egy pici tartozásod saját magaddal szemben, ugye a sérülés után kellett ugye távoznod az előző évadból, most viszont itt végig tudtad csinálni, eljutottál a döntő kapujáig, úgyhogy gratulálok neked, és természetesen Dani is megkapja a lehetőséget a búcsúszkodásra. Gyere, Gabesz! Mint Nagy Dani, a harmadik évad klasszis játékosa. Én egy ilyen klasszikus második, mindig más, örök második, harmadik típusú ember vagyok. És ez azt jelenti, az világon annyi klassz dolog van, és annyi mindenben már megmérettethettem magam. Valamiben a legjobb vagy, az azt jelenti, hogy korábban is azzal foglalkoztál, valószínűleg a jövőben is azzal fogsz, én pedig nagyon sok mindennel szeretnék még foglalkozni. Danesz. De nem teljesen igaz az egész, mert egy valamiben szeretnék az első lenni. Én szeretnék a legjobb apuka lenni. Nekem ez az egy célom van, hogy amiket itt is most tanultam, meg kaptam, azt majd átadhassam a gyerekeimnek. Jaj, Kacsa, Gréti! Dani! Annyira örülök, hogy... Tényleg tiszta szívből játszottam, őszintén, becsülettel, méltósággal. Erre nagyon büszke vagyok. És ez a legjobb élmény. Minden lehetséges, és sosem szabad feladni. Kemény lesz a női döntő, de valószínűleg neked fogok szurkolni. Kösz! Minden bizonnyal. Kösz, Dani! A szép! Tehát akkor még van esély. Hát, vágod, csináld azt, amit szeretsz. Hihetetlenül megható pillanatok, egészen elképesztő, és erre is képes az Exatlon. Dani, jó hír neked is, te is visszatérhetsz majd ide a döntőre szurkolni, úgyhogy találkozunk még természetesen Danival is. Köszönjük szépen az egész Exatlonban nyújtott teljesítményedet, Dani. Azt hiszem, te is rászolgáltál a tapsra is, meg a gratulációra is. És hát persze, ez a négy versenyző is, akik még játékban vannak itt az All-Star évadban, nincs más hátra, mint a döntők. Ami után eldől, hogy az egész All-Star évadot a lányok közül és a fiúk közül ki fogja majd megnyerni. Úgyhogy jön majd hamarosan ez a bizonyos dupla döntő, a lányok és a fiúk fináléja, amely után eldől, hogy melyik fiú és melyik lány fogja megnyerni egyrészt az egész All-Star évadot, másrészt pedig a 15 millió forintot. Úgyhogy folytatódik tehát az All-Star évad, méghozzá a döntőkkel!